nem ehhez a korszelleméhez kell igazodni, hanem az Istennek az igéjéhez kell igazodni. Fiatalok, tegyétek meg, különösen érettségi előtt álltok. Értsétek meg, most jön az életeteknek a legkritikusabb része, ha egy, ha, mert általában az egyetemeken tördöl el az embereknek a pályafutása olyan módon, vagy tönkretezik az életüket, vagy lesznek belőlük jó keresztények. Miért? Mert az egyetemista élet a legcsala, meg, legnagyobb csalattatást hordozza, mert azt hiszik, azt hiszik gyakran a fiatalok, hogy ben vannak a reálszférába, de nem a reálszférába vannak, rengeteg területen még nincs kapcsolatuk a reálszférába, ezért az egyetemista korban nagyon hajlamosak felfúvalkodásra, kevéségre is ráadásul a társadalom egy olyan mitikus tisztelettel veszi az egyetemistákat körül, hogy amikor már megkapják a diplomájukat, akkor ez a mitikus tisztelet abban pillanatban megszűnik, és bekerülnek a reális szférába, és nagyon gyakran nem tudják ezt földolgozni. Előre is szólok nektek, hogy az egyetemi hangulatok azok mindig változók A hóbortok, a divatok és a, a mániák irányítják mindig a közhangulatot, és éppen ezért nektek úgy kell erre felkészülni, hogy ne a hóbortok, ne a divat irányítson, hanem továbbra is Istenek a beszéde irányítsa, a magatartásodat, a gondolkozásmódodat az egyetemi év alatt, akkor meg vagyok róla győződve, hogy nem tékozlás, nem teszed tönkre az életedet, és nem kerülsz be abba az erkölcstelenségbe, amit sajnálatos módon ezek az intézmények hordoznak magukban. Hogy akik sokan, akik erkölcsösen kerülnek be, 18-19 éves korba is, erkölcsileg szeleminek sajnálatos módon szétesnek, erkölcsi karakterük. Tehát ezért vegyetek Istentől kegyelmet, félelmet, nagyon sok ö, ö, rossz példát lehet látni ezzel kapcsolatosan, és utána nagyon gyakran, hosszú évekbe tellik, még, ö, még helyre tudnak jönni sok esetben. De legtöbb esetben úgy elrontják gyakran az életüket, hogy nem tudnak visszatérni az úrhoz sem. Tehát ne csapjon be benneteket az, hogy egy külön tisztelet, hogy a szülők biztos, büszkék rátok, hogy egyetemisták vagytok, ne, ne kábítson el benneteket, hogy a szüleitek dicsekednek a rokonaiknak, stb. Ez egy kamu az egész, egy hazug, füstfelhő, mindenkinek be kell kerülni a reál szférába, és ahogy régi latin mondás mondja, ne az iskolának, hanem az életnek tanuljál mondja, nem az iskolának, hanem az életnek fogok tanulni. Mondjuk még egyszer, nem az iskolának, hanem az életnek fogok tanulni. Tehát mindig, mindig ez vegyétek figyelembe, hogy az életnek kell tanulni, nem az iskolának akkor eh, ki tudott eh, heverni abba lévő, és ki tudott kerülni azokat a csapdákat, amelyek ezek, ezekben az intézményekben sajnálatos módon ma benne van. Az istentelenségnek, az istentelenség lázadása, lá, Isten elleni lázadásnak a centrumai ma ezek az intézmények. ebben ne, Ezzel kapcsolatosan ne legyen illúziótok. Tehát ezért ne arra, arra négy-öt évre, készüljél, hanem a reál szférába, hogy meg kell állni a hétköznapi életek, életben, családalapítás, és nem szabad, hogy elveszítsd az egyetemi kor időszakban a családalapításra, házasságra, a közösségre való képességedet. De ha sok bűnt követsz el, akkor ezt elveszíted. A paráznaságtól, házasságtörésektől el lehet veszíteni a közösségteremtő képességet. Ez az oka annak, hogy rengeteg ember állandóan vál, vál, vál. Úgy járnak egymás ágyról ágyra, nem tudnak tartós kapcsolatot és értékkel. Ö ö ö ö ö telített kapcsolatot tartósan képíteni, mert tönkreteszik magukat pontosan ebben a korban. Ebben a korban nagyon vigyázz magadra. És fejleszteni kell a házasságkötésre való képességet, házas életre való képességet, családteremtés és család fenntartásra való képességet. Ez egy nagyon fontos a család fenntartásra való képesség, mert sokan belemennek a házasságba, családot is alapítanak, de annak a fenntartására való képességük kiderül az idők során, hogy hiányzik belőlük. És ha megnézzük, hogy mikor veszítették el, nagyon gyakran rájövünk arra, hogy bizonyos abban a kritikus korban olyan módon éltek, amelyel elveszítették a család fenntartó képességüket. Ezt csak talácské, figyelmeztetésképpen mondom, hogy, hogy egy nehezebb időszak jön a, a gimnázium után, de azért akarlak megáldani benneteket, és Isten azért akar megáldani bennek, ez az első, hogy megmaradjatok hűségesen, megerősödjön a szellemetek, lelketek, tehát ne csak arra kérjél áldást, hogy sikerüljön a hétfőn, kedden a vizsgán, hanem arra is kérjél, á, kérjél Istentől kegyelmet és áldást, hogy az egyetemi életed, vagy ami utána következik, az ne a csapdák sorozatából álljon, a bukásnak a sorozatát eredményez az életedben, hanem az is egy győztes időszak legyen az életedben.